A Városháza Krúdi termében Nyíregyházán írták alá a következő 7 évre szóló együttműködési megállapodásokat. Az EU-s projekt győztese a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat és a vármegyei kormányhivatal számos intézménnyel fog a jövőben közösen dolgozni. Azért kerestük az együttműködést a megyei önkormányzattal közös, vármegyei önkormányzattal közösen, mint konzorciumi partnerrel, hogy azok a szereplők, akiknek a véleménye fontos lehet ezen a területen, azok a szereplők is megjelenjenek, és ettől azt várjuk, hogy a paktum az még sikeresebb lesz. Nyilvánvalóan a gazdasági élet, a képzési világ és a nagyobb cégeknek a világa csatlakozik ide, például a kamarákat is beleértve, úgyhogy valóban a paktum szellem jegyében fogjuk megvalósítani ezt a programot, együttműködve mindenkivel, akinek szerep és feladata van a foglalkoztatásban, a megye gazdaság életének a megerősítésében. Sesták Oszkár azt mondta, a cél, hogy minél többeknek segítsenek a munkaerőpiacra jutásban, köztük azoknak is, akiknek még soha nem volt bejelentett munkájuk. Ennél szélesebb körül lesz a végső együttműködés, mint akik itt most megjelentek. Ők a legszorosabban együttműködő partnereink a nyilvánvalóan Nyíregyházi Egyetem, szakképző központok, kamarák, munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, fogyatékkal élőknek egy nagyon fontos érdekképviselete. Annál is inkább, mert az lesz a feladatunk a plusz programban, a Paktum plusz programban, az lesz a célcsoportunk. Olyan embereket, olyan munkavállalókat vonjunk be a programba, akik még talán nem is találkoztak a munkavilágával. Pekó László, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke beszédében hangsúlyozta, nem csak a munkanélküliség csökkentése fontos, de egyes ágazatokban mérsékelni kell a munkaerőhiányt. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, fontos a már itt lévő vállalkozások megbecsülése is, ezért őket is támogatni kell. Mindig hangsúlyozom, hogy a már itt lévő befektetők, nagy és kis foglalkoztatók, azok már itt vannak, meg kell őket becsülni. De az is fontos, hogy azt a kivándorlást, elvándorlást legalábbis enyhítsük, ami jellemzi a megyét és Nyíregyházát is, hogy a tehetséges fiatalok elmennek. A polgármester hozzátette, fontos, hogy az együttműködés tagjai és a különböző képzési intézmények a piaci lehetőségekkel összehangoltan működjenek, mivel a tehetséges fiatalok egy része nem talál megfelelő munkát Nyíregyházán. Ez pedig azt eredményezi, hogy míg a fiatalok elvándorolnak, addig a nagy cégek munkavállalóinak mintegy fele nem nyíregyházi, hanem a környező településekről jár be dolgozni.